A Kéberma mai adásában kipróbáltuk a Dobbox nevű magyar találmányt, amely a világon először volt arra képes, hogy például olyan tabletekhez vagy telefonokhoz is használjunk vezetékes egeret vagy billentyűzetet, amelyek természetesen nem rendelkeznek ilyen bemenetekkel. Hogy mi mindenre képes még ez a szerkezet, arról a feltalálóval, Molnár Mátéval beszélgettünk. Végül kipróbáltuk az Immortals Phoenix Risingot, amely nem tudná letagadni, hogy fejlesztői sokat játszottak a Nintendo Switch-en megjelent Zelda játékkal. Manapság már a leghétköznapibb tárgyakból is készítenek okos verziót, így valószínűleg senkit nem ér váratlanul, hogy az arcmaszkokat is elérte ez a trend. Nézzük meg a legújabb találmányokat. Mindig izgalmas kérdés, hogy mik a havi PlayStation Plus ingyenes játékai. Ebben a hónapban 2 darab PlayStation 5 és 1 PlayStation 4 játékot kaphatnak a játékosok, kipróbáltuk hát őket. Megszokhattátok már, hogy az adásunkban imádunk bemutatni mindenféle hasznos kütyüket, kiegészítőket, és ennél már csak azt szeretem jobban, amikor találok valami izgalmas dolgot a neten, és utána magával a feltalálóval tudok erről beszélgetni. Úgyhogy kérlek, mutatkozz be egy kicsit, és mesélj nekünk arról, hogy mi ez a kis doboz, amit tulajdonképpen itt a kezemben tartok. Kis átalakító vagy dokkolónak is nevezhetjük akár, ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy az elején lévő csatlakozókat, azokat Wi-Fi-n keresztül tudod használni, tehát a telefonod lesz az ő kis távirányítója. Azt látom, hogy a design az teljesen belélik ugye ebbe az ökoszisztémába. Hogy jött az ötlet egyáltalán? Tehát esetleg voltak ilyen problémáid, tehát hogy te is ott fogtad a kezed a telefonodat, és akkor arra gondoltál, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk egy egeret be tudnék dugni, vagy valami ilyesmit. Hogy jött az ötlet? Az alapötlet az onnan származik, hogy mindenképp szükségünk lett volna rá, hogy valahogy USB portot használjunk egy iPhone-nal vagy iPad-del, és elkezdtem utána járni ennek a problémának, és rájöttem, hogy ez sehogy nem lehet megoldani. És az eredeti ötlet egy tok lett volna, aminek a hátulján vannak ezek a csatlakozók, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen nem is kell, hogy ez fizikailag össze legyen kötve, hanem lehet ez teljesen egy különálló kis doboz, ami önállóan tud működni. Mi az a módszer, amit használ ugye ez a kis doboz, hogy átjuttassa ugye az információkat, legyen az ugye bármi a készülékre? Hát ő létrehoz egy Wi-Fi, illetve egy Bluetooth kapcsolatot, és a funkciók nagy része az a Wi-Fi-n, tehát az ő hotspotján keresztül variálható, és egyes funkciók pedig tehát például a hang átvitel az akár Bluetooth-on keresztül is lehetséges. Akkor ezt most hogyan elképzelni a gyakorlatba? Tehát ugye hazamegyek, és akkor ezt leteszem az asztalra, bekonfigurálom, és akkor tulajdonképpen, hogy itt vannak ezek a csatlakozók, és akkor magyarul, hogyha bármilyen olyan dolgot, amit ugye szeretnék használni a párosított eszközzel, hogyha én bedolok ide egy egeret, egy billentyűzetet, vagy akár egy LAN-kábelt, akkor az rögtön kapcsolatba lép a telefonnal, vagy az iPad-del? Igen, van egy appunk, és azon keresztül tudod az ő funkcióit vezérelni. Tehát ha például bedugsz egy pendrive-ot, akkor az appon belül a storage részben az megjelenik, és ott tudod kezelni a fájlokat, amik a pendrive-on vannak. Egyáltalán hogy kell egy ilyen, ez egy nagyon kész dolognak tűnik, tehát teljesen szuper, és látszik, hogy ez már nem egy prototípus, hanem ez már egy teljesen jól megdizájnolt szuper történet. Menjünk vissza egy kicsit az elejére, hogy kell ezt elkezdeni, tehát megjön egy ilyen ötlet. Az alapötlet után egy bizonyos ideig el tudtam jutni önállóan egy nagyon alap prototípusig, de utána csatlakoztak mások is a csapathoz, és utána csináltunk egy Kickstarter kampányt, és az szerencsére volt annyira sikeres, hogy utána el tudtuk kezdeni jóval komolyabban az egész fejlesztését. Ugye szokták vádolni az almás ökoszisztémát azzal, hogy egy picit olyan szigorú, illetve hogy így nem lehet ugye bármilyen használni. Milyen akadályokat kell esetleg leküzdeni ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, hogy nekem van egy ebbe az ökoszisztémába illeszkedő eszközöm. Ez kellettek valami engedélyek, protokollok, nem tudom, le kellett ezt levelezni, hogy nem tudom, nem egy hacker támadást indítottok az összes eszközzel, majd egyszer a jövőben, stb. Tehát minek kell megfelelni? Alapvetően nem korlátozza a kiegészítőket ilyen szinten, addig egy bizonyos szintig, amíg nem akarsz ilyen speciális funkciókat használni. De a mi esetünkben az összes funkció az teljesen ilyen szabványos kommunikáción alapul, és ezért nem volt szükség semmilyen ilyen engedélyre. És
így meg tudtunk ugye egy csomó olyan problémát oldani, ami az Apple felhasználókat kifejezetten zavarja. Beszéljünk akkor egy pár funkcióról, mert oké, hogy itt elmondtuk gyorsan, hogy egér, billentyűzet, meg USB, de beszéljünk egy-két olyan dologról, ami nekem fel sem merülne hirtelen. Például én láttam azt, ugye, hogyha mondjuk van egy régi mondjuk hangfal rendszerem, vagy egy házi mozim, és ugye annak van egy csak jackes kimenete van, ugye, és olyan régen megvan már valakinek, hogy nincsenek még olyan szabályok benne, hogy mondjuk az AirPlay, meg ilyenek, akkor ez arra is jó például? Így van, van egy Bluetooth Bridge Mode nevű funkciónk, ami tulajdonképpen ezt is hivatott szolgálni. Ő létrehoz egy Dubox nevű Bluetooth-os eszközt, az ő bele csatlakoztatott billentyűzet, egér és a vezetékes hangszórók, azok egy Bluetooth-os eszközként láthatóak. Onnantól kezdve, hogy ezt a funkciót bekapcsoltad, onnantól úgy látszódik bármilyen beledugott vezetékes hangszóró, mintha egy Bluetooth-os eszköz lenne. Belső tárhelyet is előszeretettel használják, tehát 32 és 64 GB-os verzióban elérhető, és ezen kívül külső adathordozókkal, tehát pendrive-val vagy microSD-vel pedig bővíthető ez a tárhely kapacitás. A file megosztás funkción keresztül akár Windows-os vagy Androidos eszközökről is másolhatsz az ő tárhelyére bármit. Tehát például mondjuk, hogyha van egy ilyen családi otthoni rendszer, és akkor mondjuk a családi fotók azok ezen rajta vannak, és ezeket akarjuk nézegetni, akkor ugye bárki, aki ugye a családon belül rá van csatlakozva, az ugye ezeket tudja látni, ezeket a fotókat mondjuk, stb. És akkor nem kell, hogy a telefonunkon tároljuk őket, és ott rabolja a tárhelyet. Sőt, van rajta egy HDMI csatlakozó is, és így a belső tárhelyéről, vagy ezekről az adathordozókról, akár egy tévére is kiteheted mondjuk a videót, vagy lejátszhatsz róla zenéket. Van valamennyi kétség esetleg ebben? Tehát arra is lehet használni, hogy mondjuk egy másodlagos monitorként használjuk, mondjuk valami munka során? Ez, amire te gondolsz, ez a streaming funkció, ez most még nem elérhető, mert szeretnénk, hogy ez is belekerüljön, de most így gyakorlatilag nincs delay, hiszen az ő belső tárhelyéről azonnal jelennek meg a videók. És egyébként egy beépített 8000 mAh-s akkumulátora is van, tehát akár a két USB portra töltheted is az iPhone-odat vagy az iPad-edet bárhol, bármikor, illetve ő is tud önállóan az akkumulátorról működni. Milyen elismeréseket kaptatok esetleg így az évek során, ahol bemutattátok? 2019-ben a világ legnagyobb elektronikai kiállításán, a CES-en nyertünk egy innovációs díjat. Hogy kell ezt egyébként elképzelni? Tehát az ember, hogyha ott ki akar állítani, akkor nyilván az ilyen hatalmas cégeknek azoknak szinte bérelt helyük van, meg talán meg is hívják őket. Ennek egyébként mi a módja? Kell nektek ilyen helyet venni, mint mondjuk a Gamescomon, ugye, amikor egy indie játékfejlesztő kimegy, akkor ugye ott neki ezt el kell intéznie. Ez hogy néz ki? Igen, így ahogy mondott, tehát jóval előre, már akár egy évvel előre kell helyet foglalni. Ugye idén sajnos most a CES az csak digitálisan jött létre, de reméljük, hogy jövőre megint ott tudunk majd személyesen lenni. És hát akkor adja magát a kérdés, hogyha ott akartok lenni jövőre, és akkor biztos lesz a újdonság. Mi a jövő, mit terveztek ezzel kapcsolatban? A Dubox Pro fejlesztése az már befejeződött. Ez tulajdonképpen olyan lesz, mint egy laptopnak az alja, tehát beépített billentyűzettel és trackpaddel, és ugyanúgy az összes funkcióval, amit ő is tud. Nem sokára indul egy kampányunk a tőkeportálon. Ez a platform olyan, mint a Kickstarter, azzal a különbséggel, hogy itt már az ötletünkbe fektethetnek be az érdeklődő. Kikkel működtetek még együtt idehaza? Hát például a Tungsram, akivel van egy együttműködési megállapodásunk. Azért örülünk ennek, mert így a Dubox Pro gyártása teljes mértékben az elektronikától kezdve egészen a csomagolásig bezárólag az Magyarországon történhet. A
Azt már biztosan sokan tudjátok, hogy Xbox Goldon is, illetve PlayStation Plus mellé is járnak minden hónapban ingyenes játékok, amiket megkapunk, és izgalmas hónapok jönnek, hiszen amióta kijöttek az új konzolok, azóta ugye az is kérdés, hogy éppen mondjuk PlayStation 5-ös vagy PlayStation 4-es játékokat kapunk-e ugye a PlayStation Plushoz. Hát ebben a hónapban kaptunk egy kifejezetten PlayStation 5-ös játékot, ez nem más, mint a Destruction All Stars, illetve ez emellett megkaptuk még a Controlt, illetve a Concrete Genie-t. We are live and ready to drive here at the Las Vegas doorstep. This is Redfall. Three, two, one, go, go, go! Kezdjük a Destruction All-Stars-szal, ami egy kifejezetten PlayStation 5-ös játéknak indult, sőt nyitócímnek indult, de időközben úgy döntöttek a készítők, hogy hát valószínűleg nem üti meg azt a mércét, hogy önálló játékként is ugye forgalmazzák, és ezért inkább ingyenes játék lett belőle a PlayStation Plus mellé. Ez egy nagyon jó döntés volt, hiszen így, hogy ugye megkapjuk és lényegében nem kérte csinálni semmit, de valóban a játék azért nem annyira nagy szám. Tulajdonképpen itt arról van szó, akiknek ismerős lehet, mondjuk régen volt a Destruction Derby nevű játék, hát ez annak a kicsit a Fortnite-tal párosított verziója a mai divathoz képest, mindenféle fura színek, meg fura karakterek, emojik itt ugrálnak, és akkor azokat lehet gyűjteni, meg a különböző skineket az autókhoz, de a lényeg az tulajdonképpen, hogy bekerülünk egy arénába, és ott le kell győzni a többi autóst. Hát itt van annyi különbség, hogy itt ki is tudunk szállni az autóból, mint látjátok, és akkor emberként is tudunk szaladni, de olyankor nagyjából ugye ez a feladatunk, hogy gyorsan bejünk egy másik autóba, hiszen ugye eléggé magatartatlanak vagyunk, ha kiszálltunk belőle. Itt lehet látni, hogy mindenféle karakterek közül lehet választani, és mindenkinek van egy speciális autós és egy speciális saját képessége, tehát emberként is tudunk használni, van akinek gyorsabb futása lesz olyankor, vagy tud ilyen ködösítéseket kirakni a pályára, és akkor nem veszik észre. Illetve pedig, hogyha meg tudjuk idézni a saját autónkat, mert mindenkinek van egy saját speciális autója, annak is van egy különleges képessége, ezek is eltérőek, tehát van akinek ilyen pengék jelennek meg az autón, és akkor azzal sokkal többet tud sebezni, illetve van akinek mondjuk ilyen gázt tud kibocsátani, és akkor nem veszik észre a többiek, hogyha neki mennek, úgyhogy ilyen képességek vannak, és hát vannak alapképességeink, hogy lehet így előrefelé joklelni az autóval, meg jobbra-balra így picit így lögdösödni, és tulajdonképpen így kell a többieket legyőzni. Erről szól az a játék, túl sok mélység nincs benne, van még benne egy olyan játékmód, amikor a talaj folyamatosan tűnik el, és akkor az szerintem sokkal izgalmasabb, mert ott lehet taktikázni, hogy nem megyünk bele a nagyobb verekedésekbe, hanem kimaradunk belőle, és akkor tovább fogunk tudni a pályán maradni, és akkor így megnyerhetjük. Grafikai szinten sem nagyon indokolt a PS5-ös exkluzivitás, hiszen ez a játék szerintem elfutna a régebbi gépeken is, bár nincs baj a grafikájával különösebben. Ami nagyon nem tetszik, hogy itt is különböző pályák vannak, de mindegyik ugyanolyan, tehát annak ellenére, hogy kiírják a játék elején, hogy Tokióban vagyunk, vagy Londonban, ennek semmi jelentősége nincsen, talán nagyon felfelé nézünk, akkor másmilyen az ég, másmilyen házat látunk rá, de semmi. Tehát az arénák azok teljesen ugyanolyanok, semmi változatosság nincsen ezen a téren se. Ez a Destruction All Stars, arra esetleg jó lehet, hogy haverokkal egy pár percet játszunk vele hétvégente, és akkor egymásra rögünk, hogy ki hogy esetleg, ki hogyan robbant fel, de egyébként nincsen benne túl sok mélység, de PlayStation Plus játéknak így végül is tökéletes. Második játéka a Concrete Genie. Ez egy PlayStation 4-es játék, de természetesen PlayStation 5-ön is kiválóan fut, és igazából ez egy tökéletes példa lehetne azoknak, akik azt hiszik, hogy a videójátékok csak erőszakra nevelnek minket, hiszen ebben a játékban festenünk kell. Ezt nagyszerűen megoldották, és a Controllernek a mozgásérzékelő segítségével tudunk így a festőmódban jobbra-balra az ecsettel pingálni, és hát egy ilyen csodálatos mesébe találjuk magunkat, amikor is egy kisgyerek nagyon szomorú, mert egy olyan helyen lakik, ami régebben sokkal szebb volt, sokkal jobb volt, egy ilyen kikötővárosban, és hát visszasírja azokat az időket, és mellette rajzolással foglalkozik, az üti el az idejét, de persze a gonosz huligán gyerekek azok eltépik a füzetét, és akkor el kell kezdeni megkeresni a napokat, és amikor felmegyünk a világító toronyba, ahol azt mondják, hogy ott vannak a gonosz szellemek, ott lényegében életre kelnek ezek a rajzok, és onnantól fogva az lesz a feladatunk, hogy ezeknek a lényeknek a segítségével, akiket tulajdonképpen a mi képzeletünk alkotott meg a varázsecsetünknek a segítségével
minden kerületet bejárjunk ebben a kikötő városban, és felkapcsoljuk a fényeket, kifessük a falakat, és azáltal egy olyan hangulatot árasszunk, hogy eltűnik a gonoszság, eltűnik a rossz akarat, és az emberek megváltoznak, és aztán visszatér az élet ebbe a csodálatos kikötő városba. Tehát abszolút egy művész élménnyel van dolgunk, egy nagyon szép rajzfilmes köntösben, gyerekeknek is ajánlott, felnőtteknek is ajánlott, és tényleg egy szívet melengető történet. A különböző lényeknek, akiket megidézünk, különböző képességeik vannak, tehát például a tüzes lény az el tudja az akadályokat így égetni az útból, illetve a táskánkon is van egy kis lényecske, aki segít nekünk, hogy merre kell tovább menni, és kellemes az egész, mint egy rajzfilmbe csöppentünk volna bele, ez tehát a második ingyenes játék a hónapban. Led to nothing. I found nothing. It's like és legutó erre hagytuk az egyetlen AAA kategóriás játékot ebben a hónapban. Ez nem más, mint a Control, annak pontosabban a PS5-ös, illetve a minden hájjal megkent verziója. Tehát ugye ez már egy ilyen complete edition, amiben minden benne van. Én nagyon szeretem ezt a játékot, eredetileg még 2019. augusztusában jelent meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra. És ugye ennek a feljavított verziója most az a PS5-ös verzió, amiben már be lehet kapcsolni az RTX effekteket, a visszatükröződős effekteket, erről beszéltünk már ugye a Miles Morales esetén, ami szintén megkapta ezeket. Sajnos a Control egyelőre ezeket még csak 30 FPS-en tudja, na de miről is van szó? A Control Remedy-nek a játéka igazából nagyon hasonlít a korábbi játékaikra, nekik van egy ilyen saját stílusuk, egy kicsit egy ilyen X-aktás, kicsit ilyen 90-es évek hangulatú töltetet kapunk. Lényegében a játék elején nem tudunk semmit, de a titokzatos főhősnőnk egy ilyen ügynökségnek az épületébe bekerül, ami hasonló, mint az FBI vagy ilyesmi, csak ők ilyen paranormális jelenségekkel foglalkoznak, és itt mindenféle fura dolgok elkezdenek történni. Ebben a játékban semmi sem hétköznapi, elég csak a fegyverünket megnézni, ami nem egy sima lőfegyver, hanem egy ilyen nagyon fura szerkezet, és igazából szinte, mintha azt dönteni el, hogy ki ennek az egész ügynökségnek a vezetője, maguk, akik ott dolgoznak, azok se tudják, hogy mi történt, de elkezdenek furcsa dolgok történni, itt látjátok, hogy az emberek lebegnek, megtámadnak minket mindenféle ilyen fura fények között, ilyen, mint hogyha megszállt emberek lennének, és nekünk is vannak mindenféle fura képességünkre, tehát valaki ezt beszél a főhősnő folyamatosan, de nem akarom lelőni, hogy kihez, és azért ment oda találni, hogy megkeresse a testvérét, de ez sem biztos. A Control egy nagyszerű játék, nyilván ez egy akciódúsabb történet, de megvan a maga hangulat, és tényleg a régi időkre emlékeztet, amikor egy kicsit ilyen bezártabb helyen kalandoztunk órákon keresztül, de ugyanakkor lehetett élvezni, és hogyha elolvassuk az utolsó kis apró utalást, meg mindenféle ilyen kis töltetet ki akarunk bogozni, akkor egy rendkívül összetett dologra fogunk bukkanni. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek a Controlt, akinek annak idején kimaradt, az most már megteheti azt, hogyha PS Plus-os, hogy ingyen kipróbálhatja és játszik vele. Manapság már a leghétköznapibb tárgyakból is készítenek okos verziót, így valószínűleg senkit nem ér váratlanul, hogy az arcmaszkokat is elérte ez a trend. Nézzük meg a legújabb találmányokat. A Clio maszk az első Olaszországban gyártott maszk, amely ellenőrzi a felhasználó légzésállapotát és a levegő minőségét. A készülék Pro verzióját Bluetooth-szal és mikrofonnal szerelték fel, így mutatja a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül a szűrők állapotát, a felhasználó pulzusát és légzésének minőségét. Ezen kívül valós idejű információkat is gyűjt a felhasználó tartózkodási helyéről, annak levegő minőségéről és az esetleges COVID-kitörésekről. A maszkot viselés közben mágnes segítségével zárhatjuk le, így ha úgy döntenénk, az előső átlátszó rész kinyitható, lehetővé téve az egyszerűbb étkezést és folyadékbevitelt. A maszknak van egy töltőállványa, amelyet UV-lámpával szereltek fel, így kevesebb mint egy óra alatt egyszerre feltölti a maszkot, fertőtleníti és elpusztítja a rajta lévő baktériumokat is.
Az AirPop Active Plus Smart Mask az egyik első okos maszk, amelyben az elektronika statisztikákat készít a maszkviselés időpontjairól, időtartamáról, monitorozza a légzést, a levegő minőségét és szól, ha cserélni kell a szűrőt. Az adatok és értesítések egy mobilabban követhetők. Az elektronikája fél éven keresztül működőképes, a légszűrőt pedig 80 óránként kell cserélni. A Razer is előállt egy innovatív okos maszkkal, a Project Hazel-lel. A maszk N95-ös orvosi besorolású légzésvédelemmel, aktív szellőzőkkel és optimális légelteresztő smartpodokkal rendelkezik. Magas baktériumszűrési hatásfokú, a levegőben szálló részecskék 95%-át kiszűri, és emellett még nagy folyadék ellenállósággal is rendelkezik. A közösségi kapcsolatokon is javít a kialakítása, a maszk átlátszó, így a beszélgető partnered láthatja az arckifejezésed. Belső fényei is vannak, melyek a sötétben automatikusan bekapcsolódnak, így viselője a fényviszonyoktól függetlenül ki tudja fejezni magát. De ez még nem minden. A VoiceAmp technológiának köszönhetően a maszk egy beépített mikrofont is tartalmaz, amely felerősíti viselője beszédét. Ez pedig a C-Face, ami egy tipikus maszkos világ problémát old meg azzal, hogy felhangosítja a maszkviselő hangját. Ez a beépített mikrofonnak és hangszórónak köszönhető, de egyúttal képes a kimondottakat írásos formában is lejegyzetelni és továbbítani, sőt, egy mobilos tolmácsappal rögtön le is fordítja 8 világnyelvre. A C-Face a japán Donut Robotics közösség finanszírozott találmánya, ami 37 perc alatt 266 ezer dollár fejlesztési és gyártási felajánlást hozott az ötletgazdáknak. A Civility átlátszó maszkja szintén segít a kommunikáció és az érzelmek átadásában, emellett pedig az újratölthető elektromos ventilátoroknak köszönhetően növeli a maszk belsejében lévő tiszta levegő mennyiségét is. A gyártó cég minden megvásárolt maszk bevételének egy részét jótékony célra fordítja. Az UV-maszk UVC fényt használ a működéséhez, és a LED technológiájának köszönhetően már a 0,1 mikrométeres kórokozókat is képes kiszűrni, valamint hatásosan véd a pollentől, füsttől, portól és a légszennyező anyagoktól. És most nézzük a legbizarrabb maszkot. A Weezer Technologies találmánya már jóval több egy masknál, inkább hasonlít egy űrhajós szkafanderre. A BioVYZR kiszűri az allergéneket, a szennyező anyagokat a levegőből, így védi viselőjét. Kesztyű is jár hozzá, amellyel nyugodtan megérinthetjük az arcunkat. Egyelőre 3 méretben érhető el ez a kevéssé stílusos, ám nagyon figyelemfelkeltő termék. How I missed you, Prometheus! My favorite cousin. You chained me to this rock and fed my liver to an eagle. Out of love. A mai nagy tesztünk pedig nem más, mint az Immortals Phoenix Rising, és hát muszáj azzal a gondolatmenettel kezdeni ennek a játéknak a tesztjét, hogy ha ránézünk, ugye akkor nem nehéz felismerni, hogy hát finoman fogalmazva a készítők valószínűleg sokat játszottak a Breath of the Wild Zelda játékkal, és hát tulajdonképpen, hogyha ránézünk a játéknak a különböző irányítási metódusaira, a különböző új elemekre, tehát amiket látunk a képernyőn, akkor rögtön látjuk, hogy gyakorlatilag hát nem lehet ezt ebben megfogalmazni, nagyon durván el van lopva az egész játékmenet. De itt felmerül az a kérdés, hogy lehet erre azt mondani, hogy ez etikátlanság, hiszen annak idején, amikor ugye mondjuk először kijöttek a Dark Souls-szerű játékok, azt is egyetlen egy cég gyártotta, viszont manapság már teljesen normálisnak látjuk azt, hogyha kijön egy olyan játék, ami ugyanazokon a játékelemekkel rendelkezik, és hát például olyan csodálatos dolgok születtek ebből, mint ugye a Star Wars Fallen Order például. Nyilván az elsőknek ez nehéz, tehát most tényleg nagyon úgy tűnik, hogy egy lopást látunk, de ne legyünk annyira negatívak, hanem próbáljuk meg önmagában értékelni az Immortals Phoenix Risingot. Ah, the Valley of Eternal Spring. Its highlights include a massive tree that reaches up to the heavens. The Hall of the Gods.
A játék egyébként kezelését, illetve ugye már említett játékbeli elemeket leszámítva, azért nem teljesen ugyanolyan, mint az Zelda. Kezdjük mindjárt azzal, hogy ez egy sokkal rövidebb játék, és sokan egyébként pont ezt tartják az egyik érdemének is. Ez most így elsőre bután hangzik, hiszen hát, hogyha jó egy játék, akkor az jó, hogyha hosszú, mert ugye minél tovább tudunk vele játszani. Ez igaz, de az is igaz, hogy mostanában az open world játékok azok tényleg átestek talán egy olyan pontra, amikor néha már riasztó tud lenni, hogy mennyi mindent kell benne csinálni, és ilyen szempontból az Immortals Fenyx Rising az tényleg egy behatárolhatóbb játék, körülbelül egy ilyen kellemes 13 óra alatt végig lehet játszani, és a történet is sokkal lineárisabb, és térjünk is rá akkor arra, hogy miről szól ez a játék. You wouldn't happen to be Aphrodite? Why? Yes, I am. Pleasure to humbly make your acquaintance. Az egész játéknak van egy ilyen vígjáték, egy kicsit ilyen bugyuta vígjáték hangvétele. Lényegében arról szól az egész, hogy Prométheus folyamatosan mesél Zeusnak egy történetet, és hát az is aranyosan van megcsinálva egyrészt, hogy ez a két narrátor folyamatosan ugye hallatszik, és egymással civakodnak, vagy egymást ugratják, vagy egymást húzzák. Néha bejönnek valamit, mondjuk egy olyan mondatot, hogy és akkor ott teremet két ellenség, és akkor tényleg megjelenik két ellenség, tehát végigérezzük, hogy egy történetben vagyunk. Phoenix looked up. She was not alone. By the gods! Stay back! Egyébként van egy főszereplőnk, akit ugye mi tudunk megalkotni. Névtelen hősként elindulunk ebbe a világba. Először össze kell szedni különböző ilyen mindenféle mitológiai tárgyakat, híres harcosoknak, híres isteneknek, hősöknek a görög mitológiájából mindenféle tárgyait, és akkor egyre több képességünk lesz. Itt vannak ugye a szárnyak, ugye Ikarosz, és ahogy haladunk előre, és megismerjük Hermészt, aki segíteni fog minket, és beavat minket abba, hogy mi is folyik itt. Régebben ugye Zeus összecsapott Typhonnal, akit száműzött egy hegység, egy szikla alá, de ő aztán ki tudott onnan jönni, és úgy érzi, hogy alábecsülték az erejét, és elbánik az istenekkel, mindéket átváltoztatja, hogy maga tehetetnek legyenek, és lényegében az lesz a feladatunk nekünk ilyen ismeretlen új hősként, hogy kiszabadítsuk egyesével ezeket a híres istenségeket, például Afroditét és a többieket, és akkor az együttes erőnkkel majd felvetjük a harcot a játék végén értelemszerűen Typhonnal, és hát ehhez kell mindenféle mókás követést megcsinálni. Rengeteg tényleg viccelődés van a játékban, ahogy már mondtam, az egész játéknak egy ilyen abszolút vígjáték hangvétele van. Az ellenfelek se vettük komolyan, ezt egyébként pozitív értelemben mondom, tehát nem azt mondom, hogy úgy nem vettük komolyan, mint egy rossz filmbe, hogy ilyen gagyi a fő ellenség, hanem itt inkább mindenki kicsit aranyos. Nyilván az már egyéni vérmérséklettől függ, hogy ebből mennyit szeretünk befogadni ebből a kicsit ilyen vicces hozzáállásból. A grafikai játéknak látjuk, hogy egy teljesen egy ilyen rajzfilmes, ilyen egyéni meglátás szerint van, kicsit talán Blizzard játékokra emlékeztet, ugye nekik van ez az egységes, ilyen picit ilyen rajzfilmes, kartunos kinézetük. Lehet változtatni egyébként ugye a PlayStation 5-ös verziót teszteltük, hogy 60 FPS módban játszunk, vagy pedig magasabb felbontáson 30 FPS-sel, de őszintén szóval ebben a grafikai világban, ebben a rajzfilmes világban én alig látok különbséget, úgyhogy egyértelműen a 60 FPS mellett teszem le a voksomat, hiszen zökkenésmentes és csodálatos, ellenben a 30 FPS módban még a menü is szaggat. Ezt egy picit szerintem elrontották, illetve nem is értem, hogy miért nem bírja el a szebb módot is ez a gép már. A harcrendszer elég egyszerű, button smashingnek szoktuk ugye csúfolni, amikor csak nyomkodni kell a gombokat. Lényegében ezt kell csinálni, vannak azért kombók, hogy többszöri lenyomás az ezt hozza elő, és akkor van nagyütés, meg kisütés, ugye a fegyvertől függően, tehát van egy nehéz fegyverünk, meg egy könnyű fegyverünk, illetve lehet fejleszteni a fegyvereket. Itt van ugye az isteneknek a gyülekező helye, és itt mindenféle dolgokat lehet képességünket növelni, a staminánkat növelni, amit nagyon fontos ugye az Zelda játékból, hogy ellopva ez a stamina rendszer, hogy folyamatosan látjuk mászásnál, meg repülésnél mindenhol, hogy így fogy a stamina, és akkor lezuhanunk, hogyha elfogy, meg nem tudunk sprintelni, ez nagyon fontos, azt nagyon érdemes növelni. Fegyvereket, mindent, illetve képességeket is tudunk később majd vásárolni, ugye, hogyha megszerzünk a játékon belül ugye mindenféle érméket, rengeteg fajta dolgot lehet gyűjteni, és akkor mindegyikből más lehet csinálni. Úgyhogy ilyen szempontból elég összetett a játék, és hát később, hogyha mindent összejöttünk, akkor itt lehet látni, hogy milyen micsoda hatalmas erőnk lesz, és mindenféle látványos képességünk lesz, és akkor tényleg hatalmas harcosok leszünk. Egyébként egy kellemes játék, azt nem feltétlenül gondolnám, hogy ez egy AAA kategóriás játék, nem tudom miért van vele szemben egy kicsi fenntartásom, de egyébként tényleg nincs vele probléma, úgyhogy akinek ez a játékvilág, ez szimpatikus, ez a megközelítés szimpatikus, ez a grafika szimpatikus, nyugodtan kipróbálja, és egy kellemes élményben lesz része, de azt gondolom, hogy azért 10 év múlva nem ezt fogjuk emlegetni, hogy úristen, milyen jó volt annak idején.